Oké. Okay. Szeretettel köszöntjük a Világnézet adásának hallgatóit. Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és Jó Brodé szerkesztő nevében is köszöntjük a rádió hallgatókat és a csatornánk nézőit. És elkezdtünk egy sorozatot pár nappal ezelőtt a BRICS kapcsán, és az első országgal, Brazíliával foglalkoztunk, de nem betűrend szerint folytatjuk a következő részt, és egyúttal be is mutatom a mai adásunk vendégeit, Család Gergelyt, Kína szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársát. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! És Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docensét. Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Rádió hallgatókat tájékoztatjuk, hogy mi megegyeztünk, hogy itt a korábbi ismertségre való tekintettel tegeződünk, úgyhogy maradunk is ebben a munkaformában, munkakommunikációs formában. És a mai témánk az Kína lenne, és azt gondolom, hogyha a BRICS kapcsán, még hogyha az alapítói oldalról nézzük is, tehát akik alapították a BRICS-et is, ott is egy meghatározó országról beszélünk ebbe a csoportosulásba, de ha bővült államokat nézzük, ugye most már BRICS Plus néven futókat, még akkor is nyugodtan kijelenthetjük, hogy még mindig egy meghatározó országról beszélünk. És van pár fogalom, amit érdemes talán mindig tisztázni akkor, amikor a BRICS-ről beszélünk. Én nem tudom, hogy nekik köszönhetjük-e, hogy vannak különböző definiálandó szavak, amiket ők behoztak így a köztudatba, de ugye egyik ilyen ez a dedollarizációnak a fogalma, és akkor nyilván én megpróbálom helyzetbe hozni mind a két beszélgető partneremet, de azért most a közgazdásszal kezdeném. Mit jelent ez a fogalom? Hát de-dollarizáció alatt azt szokták érteni, hogy hát ugye a világgazdaságnak a domináns devizája az a dollár, abban van a legtöbb forgalomban, abban vannak különböző eszközök denominálva, tehát abban kereskednek, mint tudom én, olaj, arany, stb., és hát neki meghatározó súlya van a világgazdaságban, és hát időről időre bizonyos nagy régiói a világgazdaságnak megfogalmazzák azt az ambíciójukat, fogalmazzunk így, hogy hát átveszik hosszabb távon a dollárnak a meghatározó szerepét, vagy rövid távon mondjuk visszaszorítják egy kicsit a dollárnak a meghatározó szerepét. Ezt csinálta egyébként az euró is, tehát amikor a 90-es években az eurót létrehozták, akkor is volt egy ilyen ambíció, hogy akkor majd valamennyire tért hódít a dollár rovására. Most ezt csinálja a renminbi, a yuan is, és hát időnként persze fölmerül a yen, még egy negyedik, vagy a svájci frank, de hogy ugye az arányok, ezt rögtön el kell mondani, hogy ez igazából nem történik, mert hogy nagyságrendileg egy olyan 4/5-nél sose volt kisebb a dollárnak a szerepe, és nagyjából azt lehet mondani, hogy a fennmaradó 1/5-ön osztoznak különböző arányban fluktuálva, hát leginkább az euró és a yuan, renminbi, és pici az összes többi. Ha már a renminbit és a yuant is szóba hoztuk, akkor azért én még mindig ennek a témának a kapcsán azért azt megkérdezném, hogy van-e annak azért akár politikai, akár történelmi, akár ideológiai üzenete, amikor egy ilyen folyamatot elkezd modellezni egy vagy akár több ország valamilyen fajta összefogás gyaránt, és akkor kicsit hadd adjam meg a politológiának, a történetiségnek is ebben a szót. Természetesen az, hogy mi a világnak az első számú tartalékvalutája, vagy a kereskedelmet miben bonyolítják, az politikai kérdés is, hiszen annak az országnak, amely azt a pénzt nyomtatja, befolyása van a globális folyamatokra. Általában egyébként fordítva szokott lenni, tehát előbb van befolyása a folyamatokra, előbb van reálgazdaságilag túlsúlya az adott országnak, és ezáltal lesz aztán a valutája meghatározó. Tehát a dollár egyeduralma se volt mindig jellemző, hogy a dollár előtt az angol font, sterling volt az alapvető nemzetközi kereskedelmi, illetve tartalékvaluta, korábban a 17. században holland pénz. Mindig az az ország, ami dominálja a világkereskedelmet, meg a világnak a termelését. Úgyhogy tulajdonképpen nem is feltétlenül a szándék kérdése az, hogy mi lesz a jövőben az első számú valuta. Tehát nem feltétlenül úgy történik a dolog, hogy valaki elhatározza, hogy na majd a ő valutáját megteszi első számú tartalékvalutának, hanem egész egyszerűen, hogyha egy ország túlsúlyra tesz szert a világgazdaságban, illetve a világkereskedelemben, akkor automatikusan elképzelhető, hogy a valutája is meghatározó lesz. És akkor itt jön azért az a kérdés, hogy Kínának ilyen szempontból
van erre egy konkrét víziója, alapja is akár, hogy beszéljen egy mondjuk alternatív valuta bevezetéséről a saját fizetőeszköz egyaránt, vagy akár valamilyen közös valuta a BRICS csoporton belül kitalálásával, hisz ennek azért elég ékes bizonyítéka, hogy maga az ő általuk létrehozott banknak is mondjuk Sanghajban van a székhelye. Beszélnek róla, de igazából még nagyon messze vannak attól, ahogy a Zoli mondta, a dollárnak a hegemóniája még tart. És a kínaiak azért nem ajtóstól szoktak a házba rontani, igen, más ügyekben sem, hanem szépen elindulnak valamifele, aztán vagy megérkeznek oda, vagy nem, tehát menet közben is tudják módosítani. Nincs kitűzve egy határidő, hogy már pedig nem tudom, 2060 március 4-éig, nem tudom, hogy annak kell az alapvető nemzetközi valutának lennie, hanem tendálnak e fele, tehát természetesen Kínának érdeke lenne, hogy a yuannak a szerepe a nemzetközi forgalma sokkal nagyobb legyen. Például az ukrán háború, illetve az arra adott nyugati szankciós válaszok azért elbizonytalanították Kínát, hogy jó ötlete az összes megtakarításukat dollárban tartani, meg dollárban bonyolítani a kereskedőket, hiszen ez kiteszi őket a szankcióknak. Tehát ahogy ugye Oroszországot meg kizárták a SWIFT rendszerből, vagy megnehezítették az oroszoknak a nemzetközi kapcsolatait, ugyanúgy ezek az eszközökkel, tehát azzal, hogy dollárt uralja az USA, az amerikai kormányzat tulajdonképpen azzal a kínaiakat is nagyon meg lehetne úgymond szankcionálni, és tehát nyilván a kínaiak tájékozódnak a fele, hogy azért ne csak dollárba intézzék az ügyeiket, igyekeznek is diverzifikálni a kapcsolataikat, de egyelőre még odáig jutottak el, hogy bizonyos országokkal kétoldalú megállapodásokat kötöttek, hogy a kereskedelmük egy részét saját valutáikban bonyolítják. A BRICS valuta, ha jól tudom, igazából lekerült a napirendről, annak most nincsen rá. Igen, ez egy jó kérdés, hogy most. És akkor a közgazdász kérdezem, hogy a BRICS-ben mekkora potenciál látható bele? Tehát ugye itt tényleg egy alternatív váltó hatalmi egyesülésről van szó, hisz azért lélekszámban, GDP-ben azért van egyfajta volumen ebben. Akár csak az alapítókat nézzük, ha a bővülés nem is, meg hát azért itt vannak még komoly jelenkezők is, akár ha csak a törököket nézzük, akik szeretnének. Amikor felvezetted ezt a műsort, akkor valahogy úgy fogalmaztál, hogy a BRICS-nek az egyik meghatározó országa Kína. Egy kicsit mosolyogtam magamban, mert hogy szerintem simán lehet úgy fogalmazni, hogy a meghatározó hatalma Kína, akármilyen szempontból, tehát volumenben, dinamikában tulajdonképpen ez egy Kína köré szerveződő gazdasági egység. Ugye gondoljunk bele, Oroszország az bármennyire is nagynak néz ki a térképen, ami igazából a Mercator vetületnek a csalása valójában, mert ez egy sokkal kisebb ország, mint aminek kinéz. Valaki nézze meg egy földgömbön és rögtön látni fogja. Az egy akkora ország, ami körülbelül a holland GDP-vel egyenlő. Tehát az orosz GDP és a holland GDP, ami azért az Európai Uniónak egy, igen, nem is a legnagyobb tagállama, igen, tehát ez ekkora. Ugye, ha fejlettségben nézzük, akkor még Mao idején az volt nagyjából, hogy a kínaiak fölfelé néztek az oroszokra, nagyjából olyan 60%-a volt körülbelül az egyfőre jutó kínai GDP a szovjet GDP-nek. Ma meg ez fordítva van, tehát megelőzte egyfőre jutó GDP-ben Kína most már elég régen az oroszokat, és főleg ugye ezzel a háborúval Oroszország többen úgy lábon nőtte magát, hogy egyre inkább, én megmerném kockáztatni, hogy besorolódik bizonyos értelemben a kínai gazdasági övezetnek egy ilyen államává, azáltal, hogy hát ugye fosziliseket tud exportálni Kína felé, olyan sokkal több mindent nem, és a kínaiak meg rettentő sok technológiát tudnak eladni Oroszországnak, amire most rá is szorul Oroszország az embargók miatt. Tehát egyre inkább egy aszimmetrikus viszony kezd el Peking és Moszkva között létrejönni, amire egyébként a kínaiak építhetnek, ha azt mondják, hogy akkor itt egyre nagyobb részét a kereskedelmi, kétoldalú kereskedelmünknek azt reménybiben folytassuk. Ugye marad még ilyen, hogy India, ami hát szép teljesítményt nyújt, de azért még nagyon-nagyon messze van Kínától, főleg kereskedelmi volumenben, pont múltkor néztem az adatokat, India teljes kereskedelmi volumen, ez nagyjából Vietnámmal egyenlő, tehát hogy még szó sincs róla, hogy bármennyire is megközelíteni Kínát,
és hát ugye Brazíliáról ne is beszéljünk. Tehát, hogy igazából ezt a, és akkor az a sok más ország, amit említettél, azok meg szintén ilyen kisebb országok, tehát valójában messze menően Kína dominálja, azt gondolom, ezt, a, ezt az együttműködést. Akkor viszont felteszem azért azt a kérdést, hogy ilyen értelemben akkor kinek van szüksége a BRICS-re? Tehát Kínának ennek ennyire szüksége van egyfajta, nem tudom, politikai, ideológiai, társadalmi, partneri kapcsolatrendszerre, és ezért jó neki a BRICS-be bent lenni, vagy a BRICS többi tagjának van szüksége mondjuk akár Kínára. Ezt hogy látjátok ezt? Ugye BRICS de senki nem kényszerített. Te mondtad ezt a kínai óvatos közlekedést is, tehát hogy ezért talán még ez is belefér ebbe a felvetésbe. Miután a BRICS-hez nem kötelező csatlakozni, ezért feltételezem, hogy mindenkinek jó, aki belelépett, mert azért nem szoktak önsorsrontók lenni az országok, néhány kivétele persze. Ugye mindenki a saját pecsenyét sütögeti akkor is, amikor a BRICS-be belelép. Ez teljesen természetes, hát az országok saját érdekeiket igyekeznek érvényesíteni, és mindenki mást akar a BRICS-től. És ráadásul menet közben változott szerintem a BRICS-nek a funkciója, vagy a szerepe, vagy a vele kapcsolatos vízió is. Tehát most így más a célja mondjuk Kínának a BRICS-szel, vagy Oroszországnak a BRICS-szel, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt. A kínaiak számára a BRICS az így a amerikai hegemónia erodálásának egy eszköze. Tehát ők így nem, mint említettem, ugye nem ajtóstúl rontanak a háznak, tehát nem úgy próbálják a saját mozgásterüket növelni és az amerikai hegemóniát megszüntetni, hogy mondjuk neki mennek, vagy két lábbal becsúsznak az USA-nak, hanem ilyen megszervezik a saját kis hálózataikat, és egy olyan helyzetet alakítanak ki, ahol nekik nagyobb a mozgásterük az USA-nak, meg már csökken, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem is hegemon az USA, és ennek a hálózatszervezésnek, kapcsolatépítésnek az egyik, de nem az egyetlen eszköze a BRICS. A többi ország az mást akart tőle, hát a Kínának önmagában nagyobb a GDP-je, mint az összes többi BRICS országnak együttvéve, még az újonnan csatlakozókkal is. Van, akinek elsősorban az a célja, hogy hozzáférést kapjon Kínához a kínai vezetőköz, tehát itt van egy platform, ahol évente egyszer lehet beszélgetni legalább a Xi Jinpinggel. Oroszoknak sokkal hangsúlyosabb az amerikai hegemónia lebontása, tehát ők még a kínaiaknál is inkább ebbe az irányba vinnék el a BRICS-et, a nem tudom, indiaiak, brazilok pedig a saját mozgásterük növelésének az eszközének tartják, tehát ők nem föltétlenül akarják meggyengíteni az USA-t, hanem ők egy olyan világot szeretnének, ahol nagyobb a mozgásterük, hogy nem csak egy szuperhatalom van, hanem esetleg több szuperhatalom is van, és akkor közöttük ők tudnak lavírozni nagyobb a játszóteruk. Szóval én azt látom, hogy a BRICS-ben nagyon-nagyon különböző országok vannak, ezért szerintem tévesek azok az elképzelések, hogy ez valamiféle tömb lenne, vagy szövetség lenne, vagy blokk lenne, egy nyugatellenes blokk lenne. Nagyon, nagyon különbözőek ezek az országok, ráadásul ugye komoly feszültségek is vannak közöttük, hát ugye India meg Kína között. Területi viták is vannak, az idén csatlakozott Egyesült Emirátusok, meg Irán se mondható a legjobb barátoknak, de abban közös az érdekük, hogy egy ilyen többpólusú világ állna az érdekükbe, ahol nagyobb a játékterük, és hát azokon a, tehát a BRICS az arról szól, hogy nem mindenben a legjobb barátok, nem mindenben működnek együtt, de egyrészt azért a gazdaság, illetve a kereskedelem az mindegyiknek, mindegyiküknek érdeke, másrészt pedig az amerikai egyeduralomnak az erodálása és egy közös érdeke, és akkor abban együttműködnek, más területeken meg nem. A beszélgetésünk időpontjában azért egy picit húzzunk egy ilyen vonalat, hogy mit tudunk most elmondani, hogyha a BRICS-nek egy kicsikét, akkor ezt a akár sokarcúságát megpróbálnák lemodellezni. Ugye lezajlott egy amerikai választás, ez egy momentum, ezt érdemes szerintem most egy kicsit akkor ennek tükrébe vizsgálni. Az orosz-ukrán konfliktusban is van egy kialakult helyzet, ugye egyrészt ez függ a pont az új elnöktől, az amerikai elnöktől, vagy legalábbis függővé teszik azt a következő 2 hónap tekintetében, hogy mi fog ott kialakulni, és ott is van egy orosz, elég speciális kínai viszony, itt a háborús kérdésekben is, és akkor még lehetne elsorolni ilyen margót, tehát amit érdemes fölírni most a margóra. Rakjunk ide pár gondolatot, Zoli. Szerintem onnan érdemes kiindulni,
Amikor Deng Xiaoping kinyitotta Kínát, ez úgy nagyjából a 70-es, 80-as évek fordulóján kezdődött, akkor erre a nyugat úgy reagált, és elsősorban az Egyesült Államok, hogy hát jó, akkor ti lesztek az összeszerelő üzem. Tehát, hogy mi majd így, bárki megnéz egy iPhone-t, látja, hogy rá van írva, hogy designed in California, manufactured in China. Tehát, hogy majd mi itt Kaliforniában, Nyugat-Európában, fejlettebb országokban majd dizájnoljuk a dolgokat, kutatásfejlesztés, stb. És majd ott Kínában az emberek összerakják ezt. Most ez úgy ment pár évtizedeken keresztül, az is benne volt implicite, hogy a kereskedelemmel föl lehet lazítani Kínát. Tehát, hogy van a nemzetközi kapcsolatoknak egy olyan iskolája, ami azt mondja, hogy ha valakivel kereskedünk, akkor kisebb az esély, hogy háborúzunk, ott mindenfajta kulturális, meg tudás, meg barátkozunk, meg kapcsolatok, és utazás, nyitás, és akkor nem fogunk konfliktusba kerülni. És akkor ez ment egy pár évtizedig, persze maguk a kínaiak sosem gondolták azt, hogy nekik az lenne a örökre a küldetésük, hogy ők majd összeszerelik a nyugatiaknak a cuccait, hiszen az ő történelem felfogásuk az ugye az, hogy az ópium háborúig ők voltak a világ közepe, ott van egy pár, hintem egy évszázad megaláztatás, és akkor utána szépen lassan mi jövünk vissza, és visszaáll a természetes rend, hogy megint mi leszünk a világgazdaság közepe. Ez nem lehet összeszerelő üzemnek maradni, itt nagyon tudatos gazdaságfejlesztés volt, átvesszük a know-how-t. Magyarországon nagyon elterjedt ez a kínaiak mindent koppintanak dolog, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy az égvilágon mindenki mindent koppint, tehát a kapitalizmus legelejétől kezdve az úgy kezdődött, hogy az angolok átcsempészték a csatornán a Flandriában szétszedett textilgépeket, összerakták és lekoppintották. De nem mindenki tud koppintani, tehát az, hogy valaki mondjuk megvesz egy Aston vagy Siemens gyorsvasutat, és utána ő maga tud gyorsvasutat csinálni, és adott esetben jobbat, az nem tudja minden rossz. 200 országa van a világnak, ki tudta még ezt megcsinálni. Tehát ők elkezdtek technológiai vezetővé válni, egy csomó technológiában, saját nemzetközi űrállomás, mesterséges intelligencia, ötödik generációs mobil, saját brandjeik lettek, ugye mindenki ismeri a Huawei-eket és a Xiaomi-kat, és akkor ezen a ponton csodák csodája az Egyesült Államok felfedezte, hogy Kína az egy autoriter állam. Jé. Ez Trump nagyjából, Trump első elnöksége, és akkor elkezdődött ez a sztori, hogy akkor szabad kereskedelmet azt ugye félrerakjuk, volt ez a nagyon híres Davoszi konferencia, ahol Xi Jinping kiállt, és azt mondta, hogy onnantól fogva ő a szabadkereskedelem első számú zászlóhordozója, ami azért egy elvileg kommunista országtól érdekes, meg az is, hogy már nem az USA, és ez ma odáig fajult, hogy ezt a Bidenék vitték tovább, nem változtatták meg, és ma odáig fajult, ez komplett kereskedelmi háborúvá fajult, tehát most már azt mondja Trump, hogy a mindenkire 10%-os vám, de a kínaiakra még nagyobb, a elektromos autókra 100%-os vám, akkor az európaiak is becsatlakoznak, tehát ez teljesen felbomlott, és érdekes módon megtalálták azt, hogy Kína autoriter ország. Én nem tudom, mikor nem volt autoriter ország az elmúlt 40-50 évben, de érdekes módon ennek elég rossz az optikája, pont akkor találták meg, amikor egy csomó technológiában Kína a fejükre nőtt. Szerintem ez a nagy sztória Kína-nyugat kapcsolatokban az elmúlt 40-50 évben, és hát itt tényleg az van, hogy amikor a BRICS elindult, akkor ez még nem volt. Tehát a BRICS ezt megelőzte időben, és hát közben pont ennek a nagy sztorinak a kontextusában ez átíródott, hogy mi is a BRICS tulajdonképpen, és azt még a Gergő elmondta szerintem az erőbb, hogy micsoda ma ennek a tükrében. Ez kínai oldalról, bocsánat, tehát ez meg úgy nézett ki, hogy ők ugye kéntnek reagálni erre. Ők nem akartak kereskedelmi háborút, meg nem akarták ezt a lokosodás, mert nekik elég jól megfelelt az elmúlt 40 évnek a globalizációját, ők voltak a legnagyobb nyertesei. Aztán, hogy hosszú távon mit terveztek, azt nem tudjuk, de amikor a Trump bejelentett az első védővámokat, az nagyon felkészületlenül érte a kínaiakat, és próbálták elkerülni, és egyébként most is próbálják elkerülni a kereskedelmi konfliktusokat. Ugye most Európát próbálják magukhoz édesgetni így a Trump érának a hajnalán, tehát kénytelenek voltak reagálni erre, és a BRICS, vagy a BRICS-nek a fordulata, hogy tulajdonképpen a harmadik világnak egyfajta ilyen nyugat ellenes, vagy nyugattal szemben alternatívát nyújtó együttműködése legyen, vagy most már nem harmadik világot, hanem globális délt politikailag korrekt mondani,
Ez igazából ennek a reakciónak az eredménye, kinek úgy vannak, hogy ha ti nem veszítek az áruinkat, vagy védővámokkal sújtjátok őket, meg nem szállítotok nekünk technológiát, meg próbáltok távol tartani minket a piacoktól, akkor mi kénytelenek vagyunk, hát azzal kereskedni, akivel lehet, és azzal szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat, akikkel lehet. Ezek meg kik, ugye? Oroszok, brazilok, dél-kelet-ázsiai országok, India, egyebek, és hát tehát a BRICS-nek ez a fajta fordulata, hogy egy alternatíva kíván lenni, vagy benne van a potenciál, hogy egy alternatívája lesz a nyugati intézményrendszernek, az tulajdonképpen egy reakció a nyugati világnak a Kína ellenes fellépésére. Mennyire szövi át meglátásatok szerint azért ezt a jelenlegi nagyon globális, nagyon átfogó szemléleted vagy gondolatot, amit most elmondtatok, azért azok a üzleti kapcsolatok, amik mondjuk a nyugat részéről vannak meg Kínában. Hisz most szinte nem tudnék olyan jellemző nagy nyugati tömörülést mondani, akinek ne lenne valamilyen komolyabb érdeke, és nem csak a nagy kiugró Hongkong, Shanghai, stb.-re értem, hanem általában mondjuk akár Kínára. Ezt találgatják szerintem. Amióta ez a fordulat megtörtént, azóta ezt találgatja a nyugati világnak az kutatói szférája, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Ezt ugye angolul decouplingnak, leválásnak, vagy valami ilyesmire lehet ezt fordítani, nevezik, és írtozatos mennyiségű tanulmány született arról, hogy lehetséges-e egyáltalán a leválás, hiszen, és akkor ugye jönnek itt ezek a különböző iparágak, amiket egyébként Kína előszeretettel fel is emleget, hogy hát hogy képzelitek ezt el, mert hogy ugye igen, tehát hogy akkor visszaviszitek az iPhone gyártását nyugatra? Volt egy híres eset, amikor Obama elnök megkérdezte Steve Jobsot, hogy hogy lehet visszahozni az iPhone gyártásának a munkahelyeit Amerikába, és akkor Steve Jobs híres módon azt mondta, hogy Mr. President, these jobs are not coming back. Elnök úr, ezek nem jönnek vissza soha a büdös életbe ezek a munkahelyek, mert csak úgy lesz az egész rentábilis, ha ott gyártják. Ritka földfémek, meg egy csomó más ásványanyag, amire az elektronika épül. Ezeknek Kínában van egy nagy része. Kína a feldolgozója, még egy csomó olyannak is, ami nem ott van, de ugye ne felejtsük el, hogy közben Kína, miközben tehát, hogy Kína igazából nem nagyon szereti ezeket a szövetségi rendszereket, a BRICS az inkább egy kivétel, hanem ők ilyen bilaterális viszonyai vannak, és itt szépen csöndben, bilaterálisan egy csomó országban, a közép-afrikai köztársaság kobaltbánya, és akkor onnan ugye ezeket behúzza magához, feldolgozza, és vagy ő maga beépíti elektronikába, vagy eladja, de Európának nincs ilyenje, sem feldolgozás, sem ásványanyagok, valamennyire Ausztráliának, meg az Egyesült Államoknak van, de messze nem annyira, mint Kínának. Aztán olyan dolgok, hogy technológiai dolgok most már, tehát ugye Magyarországon elhíresült módon az autógyártás, német autóipar konkrétan függ mondjuk a kínai akkumulátorgyártástól. Tehát, hogy német elektromos autók van, nincsen versenyképes batteri, hogyha azt nem kínaiaktól veszik például. Úgyhogy sor ilyet lehetne mondani. Tehát én amit olvastam, én amiket láttam elemzéseket, nekem inkább úgy tűnik, hogy hosszabb távon ez nem fog menni. Mert hogy annyira összeintegráltuk ezeket a gazdaságokat, hogy túlságosan és túl sok függőség van, és könnyen elképzelhető, hogy ezzel a fordulattal, amit a nyugat kezdeményezett, én is azt gondolom, hogy a nyugat kezdeményezett, nem a kínaiak, azzal a nyugat fog rosszul járni, és hosszabb távon a kínaiak fognak ebből jól kikeveredni. Az ő termékeik lesznek. Akkor is, hogyha függ tőle a nyugat, tehát hogy eladják a nyugatnak, mert jobb, akkor is, hogyha leválik a kettő, és lesz két ilyen ökoszisztéma, de ha a kínai ökoszisztéma gyorsabban fejlődik, jobb lesz, azért azt a hidegháború megmutatta, hogy két párhuzamos technológiai ökoszisztémából az maradt fenn, amelyik versenyképesebb hosszabb távon. És azt a dinamikát, amit a kínaiak bele tudtak vinni a fejlesztésekbe, azt szerintem nem tudja. Európa biztos, hogy nem tudja. A Draghi jelentés az erről szól, hogy emberek kapjátok össze magatokat, mert nincs egyetlen egy technológia sem, ahol versenyképesek vagytok. De hát az Egyesült Államok is le van maradva. Tehát kulcs technológiákban, mondok egyet, versenyképes csipek. Tehát a leggyorsabb csipeket, azokat 95%-ban Tajvan csinálja, 5%-ban pedig Korea, Dél-Korea. Ott is a kínaiaknak van lemaradása, de döbbenetesen jönnek fel abban is. Tehát én nem lennék meglepő, hogyha az derül neki, hogy ezben a sztoriban, amit a nyugat kezdeményezett, a nyugat járna rosszul, szoktán.
Igen, bár ha marad idő, nyilván az is érdekes lehet pont, hogyha már megemlítetted Koreát és Tajvant, hogy az ő viszonyulásuk milyen akár Kínához, vagy akár a BRICS-hez. De én még egy kérdést talán azt gondolom, hogy most ide passzolna, fogalmaznék meg, hogy mindezt a kínai oldalról nézve, a kínai társadalom, vagy a kínai társadalmi gyökerek, ugye Zoltán is említette ezt a rekonstrukciós vágyat, vagy a rekonstrukciós célt, hogy újra nagy hatalmi, meghatározó gazdasági, akár más típusú hatalmi szerepet tudjon betölteni az egész világban, ez egy tudat, tehát hogy ez egy tudatos dolog. Ezt mennyire látott-e ezt visszaigazolva, hogy a társadalom ezt támogatja? Mert azért ez egy kicsit, beszéljünk arról is, hogy ez egy ilyen értelemben a mi akár európai agyunkhoz, vagy akár ez a közép-európai gondolkodásmódunkhoz, ez egy más struktúra, ugye itt akár a nagy konglomerátumok mögött álló tradíciók, ezek a tájkunok, stb. Gondolok, ez az egy másik világ. Hát az, hogy közös ambíciója legyen kínai embereknek az, hogy a hazájukból megint globális hatalom legyen, ezen azért már bő 100 éve dolgozik a kínai elit, szellemi elit, ugye megkonstruálták a kínai nemzetet, ami korábban nem nagyon létezett. Más nemzet se, de ugye a kínai késve indultak, de felülről lényegében megcsinálták a kínai identitást, és ebben azért nagyon előre haladtak. Tehát most már egy, nem tudom, kuangtungi szallag mellett dolgozó munkás, meg egy shantungi üzletember, meg egy, nem tudom, pekingi fodrász, az egyetért, hogy Kínának az a jogos helye a világon, hogy a központja legyen, vagy legalábbis az egyik központja legyen. Tehát ebben nemzeti konszenzus van. Itt nagyon nagy hiba azt gondolni, hogy csak a Xi Jinping, vagy csak a kínai kommunista párt dolgozik azon, hogy Kína nagyhatalom legyen. Ez természetesen, ez a világ legtermészetesebb dolga, hát minden kínai ember számára büszkeségnek, az identitásának egy forrása, hogy egyrészt mégiscsak egy ősi, a világ egyik legősibb kultúrájának a képviselője, továbbvívője, másrészt pedig egy gazdasági, technológiai, katonai nagyhatalom. Úgyhogy ez egy olyan összetartó erő a kínaiak között, ami a politikai rendszertől független. Tehát nem jó azt gondolni, amit az amerikai elitben azért néhányan gondolnak, hogyha egy picit sikerülne megingatnunk a kínai kommunista pártot, vagy valahogy felbomlasztani ezt az egész rendszert, akkor jó lenne, mert akkor kitörne a nagy mennyei béke Kínában, és demokratizálódna, és akkor biztos, hogy simán besimulnának az amerikai dominanciájuk rendben, mint a japánok, de ez nem fog megtörténni. Tehát ez nem a kínai kommunista pártból, vagy a Xi Jinpingnek a agyából pattan ki, hogy Kínának nagyhatalomnak kell lennie, hanem ez most már a kínai embereknek is egy közös törekvése. De azért azt nyugodtan feltételezhetjük, hogy ennek ez nem csak ez a 100 éves múltja van, hanem annak akár még ilyen évezredes tradíciókat is fel lehet ebben lelni. Tehát, hogy... Hát azt mondanám, hogy a kínai elitnek természetesen több évezredes missziós tudata van, hogy nem is az, hogy ők a világ közepe, hanem ők a világ, és mindenki más rajtuk kívül, aki még a világon van, az teljesen irreleváns, mert barbár, csak az elitnek ez a közös missziós tudata, ez az, ami leszűrődött az egyszerű emberekhez, és azt azért érdemes a másik oldalát ugyanennek az érmének elmondani, hogy amikor az amerikaiak, vagy mi arról beszélünk, hogy Kínát meg kell állítani, Kínát vissza kell tartani, vagy meg kell akadályozni, hogy a kínaiak hozzájussanak a nem tudom, legjobb AI csippekhez, vagy egyebekhez, azt a kínai emberek úgy értelmezik, hogy ezek azt akarják, hogy én személyesen ne éljek jobban. Hiszen nyilvánvalóan Kínának a felemelkedése az az 1,4 milliárd kínai embernek az egyéni gyarapodásának az összegéből jön ki. És hogyha ezt az összgyarapodást meg akarjuk állítani, azt nyilván úgy fordítja le magának a nem tudom, ganszúi üzletember, hogy ezek az amerikaiak azt akarják, hogy az én mamám kórházának a gépébe ne a legújabb csippeket alkalmazzák a nem tudom, a kezelésénél, hanem tudom, ilyen orvostechnikánál, hanem valami régi elavult gépekkel kezeljék továbbra is az anyukámat. Tehát az amerikaiak gonoszak. És ez is egy konszenzus a kínai népben, hogy itt nem valamiféle, nem tudom, gonosz rendszert akarnak, rajtuk uralkodó gonosz rendszert akarnak az amerikaiak visszatartani, megakadályozni, felemelkedjen, hanem az ő egyéni boldogulásukat. Tehát itt nagyon sokkal érzékenyebben kéne
eljárni mindenkinek, aki Kínával kapcsolatban fel akar lépni, mert ezzel igazából csak még inkább, vagy emiatt még inkább összezárnak a Kínának, teljesen jogosan. Zoltán? Én ezt úgy szoktam magamban így felfogni, hogy vannak ilyen nagy kulturális körzetek, tehát mi ezt magyarként, azért ez egy kis nép, egy szűk földrajzi térben, de ahogy vannak Európában, tudjuk, hogy azért egy ilyen németes kisugárzás van nagyon nagy részen Európának, talán Skandináviától le, talán Erdélyig, van egy franciás kisugárzás, stb. És akkor, ha megyünk keletre, akkor van egy indoszféra, ami mondjuk, mit tudom én, a perzsa-arab öböltől mondjuk egészen Indonéziáig eltart, és a hindu kultúra, a szanszkrit, stb. És akkor van egy szinoszféra, ami meg történelmének, hát szintén úgy azt mondanám, hogy valahol, mit tudom én, minimum Maláziától kezdődik, és egészen Japánig tartott, és hát ez több évezred. És hogy itt tényleg nem az van, hogy itt valami nagy terv van, hogy nem tudom, itt van, ami a kínai soros terv, hogy akkor átveszünk a világot, hanem egyszerűen egy ilyen teljesen természetes érzet van, hogy mi adtuk a kultúrát ezeknek, ennek a térségnek, mi egy nagyon nagy, régi civilizáció vagyunk, és nem sikerült annyira a modernitás. Tehát szerintem ott van egy ilyen, ez egy sok-sok évezredek keresztül sikerült, és valahogy ez a modernitás dolog, ez úgy nem sikerült. Qing dinasztia kicsit elaludt, utána, ugye amikor vége lett ennek a császárságnak, akkor valahogy ez a köztársaság dolog se annyira sikerült, polgárháborúk, 20. század az olyan rosszul ment, de ennek már vége, tehát hogy ezt így megszenvedtük, és így áttöttük magunkat a modernitásba, végre átverekedtünk egy folyón a másik túlpartra a modernitásba, és már megvan a kínai modernitás, ez az, amit most van, és ez akkor ez tessék így tudomásul venni a világ többi része, hogy mi már egy modern ország vagyunk. Szerintem ez egy ilyen tök természetes tudat, tehát én ebben egyáltalán nem látok semmifajta ilyen nagy gonosz tervet, hogy akkor Kína, nem tudom, uralni akar országokat, tehát amikor ilyenek jönnek, hogy nem tudom, adósság diplomáciába akar országokat belekényszeríteni, meg ilyenek, ezek szerintem ilyen nyugati félreértelmezések és belemagyarázások. Szerintem ilyenek nincsenek igazából, és teljesen egyetértek Gergővel, hogy ha mondjuk, nem tudom, a kínai kommunista párt helyében valaki más lenne, tegyük hozzá, ez már réges-régen nem egy kommunista párt valójában, csak névlegesen. Tehát sokkal közelebb van szerintem például a tajvani Kuomintang a pekingi kínai kommunista párt, amit a sokan sejtik. Tehát, hogy igazából az úgy tűnik, mintha ezek így bármelyik pillanatban háborúba keveredhetnének egymással, de közben írtozatos mennyiségű repülőjárat, üzleti kapcsolat, tajvani üzletemberek simán üzletelnek Kínában is fordítva. És van egy csomó olyan értelmezése a dolognak, hogy valójában ezt a konfuciánus kínai nacionalista Kuomintang-féle politikát vette át titokban Peking. Ezek közelebb vannak, mint gondolnánk. És hát ugye ehhez még akár a, mit tudom én, Szingapurban élő kínaiak is be tudnak csatlakozni. Szóval, hogy ez sok szempontból én azt érzem, hogy ilyen nagyon leegyszerűsítő magyarázatok vannak a nyugati világban arról, hogy Kína mit akar, mit csinál, és ez a personifikáció, tehát hogy ez a gonosz kínai, aki, nem tudom. Ezt fellazíthatom, ezt a megközelítést úgy is, hogy akkor nem is feltétlen csak Kínáról beszélünk, hanem egy ilyen ázsiai modellről, vagy egy ázsiai megvalósulás, mert kicsit látok hasonlóságokat akár Dél-Korea esetén, vagy akár Japán esetén. A gazdasági modellt azt Japán találta ki, tehát hogy ugye az nem kínai modell, pontosan az a különbség, hogy ugye Japánnak jól sikerült a modernitás, jöttek az amerikaiak, Meiji restauráció, és Japán hihetetlen ügyesen megcsinálta a modernitást, ezt átvették a gyarmatai, Dél-Korea, Tajvan, ezt átvették a szingapúriak, ez az ázsiai fejlesztő állami modell, és ott jól dokumentált, hogy Deng Xiaopingék annak idején sokat tanultak Tajvantól, Szingapúrtól, Deng Xiaopingnak szobra van a szingapúri parlament előtt kommunista vezető létére, de jó kapcsolatai voltak a japánokkal is, tehát hogy az egy japán modell, csak szépen a japánok, akik segítettek, ma azt érzékelünk, hogy a fejükre előttek a kínaiak. Ezt akartam kérdezni egyébként a Gergőtől is, hogy egyébként Kínának
ebben az ázsiai övezetben, akár kulturálisan, akár politikailag, milyen a retorikája, kommunikációja, tehát milyen a viszonyulás Dél-Koreához. Szándékosan Észak-Koreát most kikerülöm a kérdéssel, mert ugye itt most egy ilyen, inkább egy ilyen gazdaságpolitikai kérdés, ez a BRICS kérdés, és ott nem hiszem, hogy Észak-Korea most valamilyen értelemben is relatíve játszik, vagy szerepet kellene, hogy játszom, bár egy-két jelenköz esetében akár felmerülhet a kérdés, hogy még Észak-Korea is bejelentkezik, de most nem akarom elvinni ebbe az irányba, hanem inkább tényleg ezek a vezető gazdaságilag is potentátorok, mint amiket is a Zoltán is felsorolt itt, akár Dél-Korea, Szingapur, Tajvan esetében is, de akár engem nagyon érdekel például a Japánhoz való viszonyulás is. Ezek nagyon sok dimenziós kapcsolatok, tehát nehéz röviden beszélni róluk. Az biztos, hogy ilyen közös ázsiai tudat nincsen bennük. Tehát miközben a gazdasági modelljük azért nagyon hasonló, csak időben eltolva használták ugyanazt a modellt. Közben ilyen közös identitás nincsen. Még a 90-es években volt egy ilyen nagy diskurzus az ázsiai értékekről, de ez igazából elhalt, tehát egy vietnámi az nem feltétlenül érzi magához közelebbinek a kínaiakat, mint mondjuk a magyarokat vagy a németeket. Miközben kulturálisan tök közel vannak, csak pont ezért utálják egymást. Ugye, mint minden régióban a világon, itt azért szörnyű történelmi ellentétek vannak. A kínai-japán viszony nagyon megterheli a 20. század első felének a japán támadás sorozata Kína ellen. Egyébként a japán-koreai viszonyt is ugyanez. Nem tudnak megbocsájtani, se a kínaiak, se a koreaiak. Lelkük mély még nem bocsájtottak meg a japánoknak. Pragmatikusan hát együtt kell velük működni, vagy volt időszak, hogy együtt kellett velük működni, mert Japánban volt a pénz, meg a technológia, és onnan lehetett befektetőket vadászni. Most már ezen talán túl vannak, De a gazdasági kapcsolatok kifejezetten intenzívek, Koreának is, meg Japánnak is, Kína a legnagyobb kereskedelmi partner, és Kína számára se elhanyagolható partnerek, meg technológia források, ezek a kelet-ázsiai országok. Miközben Japánnal van ez a történelmi feszültség. Koreával nincsen egyébként, tehát Kína meg Korea között nincsen ilyen jellegű történelmi sérelem, legalábbis kínai oldalról. Hát a koreaiaknak még az elmúlt 2000 év az nagyjából arról szólt, hogy ilyen szabadságharcokat vívtak az éppen őket megtámadó kínai dinasztiák ellen, amikor nem a japánok ellen, vagy egyszerre mindkettő ellen. Vietnámiaknak is egyébként nagyon hasonló a történelmük, tehát ők is minden, nem tudom, köztéri szobor, meg utcanév, meg egyebek, azok ilyen kínai dinasztiák ellen küzdő szabadságharcosokat ábrázolnak, vagy róluk vannak elnevezve. Szóval itt azért bőven vannak történelmi problémák, de hát ezek azért pragmatikus kereskedő népek, úgyhogy természetesen, hogyha gazdaságról van szó, akkor együttműködnek, meg hát az egészet ugye beárnyékolja az, hogy Amerika meg, vagy hogy Japán, illetve Dél-Korea, Amerika katonai szövetségesei. Ott állomásozik a fél amerikai hadsereg kis túlzással Dél-Koreában, illetve Japánban, akik nem föltétlenül a koreaiak miatt, vagy az észak-koreai veszély miatt vannak ott, hanem sokkal inkább a kínai veszély miatt, és ezt a kínaiak is tudják természetesen. Úgyhogy a kínaiak erre a két országra úgy néznek, hogy Japán az történelmileg is egy ilyen ellenség, Korea nem, de hát azért mégiscsak a fő riválisunk eszközként használja ezeket az országokat. Úgyhogy Kína igazából azt próbálja ezeknek az országoknak így sugalni, hogy hát váljatok már le az amerikai barátaitoktól, hiszen mindenjünknek érdeke lenne, hogy ezek az amcsik szépen menjenek haza, és a mi ázsiaiak működjünk együtt, a kölcsönös előnyök, meg a win-win kooperáció, meg egyebek jegyében. Erre azért nyilván a japánok, meg a koreaiak nem főtétlenül hajlandóak, mert azért ugye egy ekkora hatalomtól azért mindenki fél, aki a közelében van. Ugyanez a helyzet vietnámiaknál is, ők ugye nem amerikai szövetségesek, bár az amerikaiak nagyon udvarolnak nekik, csak a vietnámiak nagyon okosan csinálják, ők lavíroznak és próbálják a két nagyhatalmat kijátszani ellenük. De egyébként egész Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában ez az alapmodell, hogy akik nem kifejezetten amerikai szövetségesek, azok azon imádkoznak, hogy nehogy oldalt kelljen választaniuk, hanem tudják a beláthatatlan jövőig csinálni ezt a lavírozást, hogy valahogy el legyenek így az amerikai meg a kínai érdekszféra között. És átvevve azt, amit Kínával kapcsolatosan az én bevezetőmet korrigáltad, tehát ha Kína a szövegén keresztül nézzük így a BRICS sorsának a,
talán egy kicsit a jövőjét, ugye a már csatlakozott országok, vagy a csatlakozásra vágyakozók sorát, hogyha ide veszük. Mit láttok ebbe a szövetségbe így Kína szempontjából? Tehát ő neki mi lesz az érdeke, hogy a BRICS-en belül mi történjen? Tehát őnek érdeke egy közel-keleti nagyobb társulásnak a becsatlakozása, bármilyen okból érdeke mondjuk egy Törökországnak a becsatlakozása ebbe a történetbe. Ugye fölmerült ugyan, de ez tisztázódott, hogy aztán Argentina itt nem kap Brazíliától feltétlen támogatást, de lehet, hogy 5 év múlva kap mondjuk. Tehát itt azért nem is biztos, hogy egy-két éves időtávról, de kíváncsi lennék a véleményetekre. Én továbbra is azt mondanám, hogy Kínának a fő diplomáciai működési módja az a bilateralitás, tehát, hogy így mindenkivel bilaterális módon akar. Annak örül, hogy egy csomó ország az tulajdonképpen, ha valaki jelentkezik a BRICS-be, akkor egy kicsit jelzi, hogy ő már nem annyira akar annyira az amerikai érdekszférába tartozni. Tehát egy fél lábbal kilóg onnan. Ez kicsit olyan, mint amikor Magyarország jelentkezik a türk tanácsba. Ezek ilyen szimbolikus jelzések, és hogyha mondjuk Törökország ide is belépne, hogy ez egy NATO tag, tehát és régen még arról is szó volt, hogy EU tag legyen, ide be akar lépni, akkor aztán egy ilyen fél lépéses jelzés, hogy már nem annyira vagyunk az amerikai szférában. Ha ez a konfliktus van az amerikaiak és a kínaiak között, amiről beszéltünk, akkor a kínaiak tulajdonképpen passzívan örülnek annak, hogy hát még egy ország jelezte, hogy nem annyira szeretné ezt az amerikai túldominanciát. Ennél többet én nem látok benne, tehát szerintem se lesz ebből hosszabb távon valami ellen NATO, vagy nem, kinek ezt nem csinálják. Tehát szépen, csöndben, lassan, nyugodtan a fű alatt fűzik ezeket a kapcsolatokat konkrét gazdasági projektekkel. Én nem hiszem, hogy ők látványosan szeretnének egy ilyen Orwelli, Óceánia, Eurázsia ellenszövetséget csinálni, szerintem ez nem lesz. Ja, hát a kínaiak most úgy vannak a BRICS-el, mint ilyen bizonyos filmekben, ahol a minél nagyobb, annál jobb az alapelv, mert hogy a kínaiak annyira nagyok önmagukban, hogy az, hogy belép mondjuk egy Indonézia maga néhány százmillió lakosával, vagy nem tudom, Törökország, az azért az ő dominanciáját a BRICS-en belül nem ingatja meg. Viszont a többi BRICS tag az igen, éppen ezért van az, hogy még tavaly volt egy bővítési kör, és akkor hát végül is a fél OPEC-et felvették. Én nyilván nem véletlenül, pont ugye közel-keleti országokra, hiszen ezeknek a olajára Kínának nagy szüksége van. Idén, ugye nem olyan régen, múlt hónapban volt a Kazanyban az idei csúcs találkozója a BRICS-nek, és nem vettek fel új teljes jogú tagokat, hanem ilyen partner, kitaláltak egy új státusz, hogy partnerországi státusz, és például ebbe Törökország, mint NATO tag szépen belépett, tehát partnerország lett, vagy Tájföld, ami szintén amerikai szövetséges. Úgyhogy ez Amerika, vagy Kína számára ez kellemes. Az, hogy a bővítés megálljon, tehát teljes jogú tagok ne legyenek, ez inkább a kisebb márben lévőknek az ellenkezésén múlott. A kínaiak szerintem most még abban a fázisban vannak, hogy minél több országot bevonzani, minél több országot ilyen-olyan szállakkal magunk alá, nem is főleg magunk alá, hanem a mi hálózatunkba beszervezni, vagy mi hálózatunkba is beszervezni, hiszen ez nem, tehát akinek nem úgy működnek, hogy ha te belépsz a BRICS-be, akkor így szóval szakítsd meg a kapcsolataidat az USA-val, és akkor nem tudom, lépjél ki a NATO-ból, vagy ne szállítsál nekik szójababot, vagy egyébek. Ilyen elvárásaik nincsenek ki a kínaiaknak, semmi ilyesmit nem mondanak, csak építs velünk is kapcsolatot, kereskedjünk, hadd fektessünk be nálatok, ti fektessetek be nálunk. Aztán, hogyha ezek a hálózatok fölépülnek, akkor ez már más kérdés, hogy mire fogja őket Kína használni, de ezt majd néhány évtized múlva fogjuk látni. Most meg ebben a hálózatépítési szakaszban vannak, és ennek a BRICS egy jó eszköze. Záró kérdést engedjetek meg, de tényleg már kíváncsi vagyok a véleményetekre. Én próbáltam megnézni, hogy a választások után a Trump vagy a Trump környékén lévő csapatból jön-e vélemény egyáltalán, hogy viszonyulásunk Kínához, a BRICS tükrében legyen-e más, vagy nem. Nem nagyon találtam ilyet, ha ti esetleg találtatok, azt megköszönöm, de ha nem is találtatok, ti sem egyáltalán mit láttok mondjuk így a Trump adminisztráció részéről, hogy fog ehhez a BRICS-hez viszonyulni? Akkor én nagyon slágoltokban szerintem a Trump adminisztráció az Trump,
Tehát, hogy ugyanúgy működik, mint Orbán Viktor, körülötte fű nem nő, amit ő akar, az lesz, bármikor bárkit levált. Trump maga pedig egy transzakcionális személyiség, ugye a szerződés kötés művészete a könyvének a címe, ami az egész könyv arról szól, hogy először srófolt fel nagyon magasra a téteket, és onnan engedj utána. És ez szerintem ez zajlik. Tehát ez a merev Kína ellenes pozíció, amit itt képviselt, az arról szól, hogy... Mindegy, hogy közben történt egy ilyen szövetségrendszer kialakulása, mert ez valójában igazából közben nagyra. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen tárgyalási alap, kicsit olyan, mint a bazárban, hogy egy arab bazárban, ha bemész, akkor rögtön négyszer annyin kezdődik az alkudozás, és akkor mindenki tudja, hogy a végén mit tudom én, negyed annyiért lehet megvenni. Trump is így van vele, hogy most bedobta, hogy mi most nagyon merevek leszünk, aztán majd meghívja Xi Jinpinget Mar-a-Lago-ba, ahol már meghívta, ahol sokkal barátságosabb volt, barátjának nevezi, golfoznak egy kicsit, és enyhülni fog nekem ez az érzésem, hogy itt a 4 év alatt enyhülni fog ez a viszony. Gergő, esetleg szerintem nem. A BRICS-szel kapcsolatban nem nagyon szólaltak meg az amerikaiak, egész egyszerűen az egész nyugati világ, mintha ignorálna a BRICS-et. Például tök jó, hogy most itt a BRICS-ről beszélgetünk, mint egy órája. Hiába volt most csúcs találkozó egy hónapja, ami azért mégiscsak egy fontos esemény volt, és mégiscsak elfogadtak egy 130 pontos ilyen zárónyilatkozatot, amiben azért nagyon fontos dolgok vannak. Engem először kérdeznek BRICS ügyben idén magyar médiában, de ez nem magyar sajátosság, hanem egész egyszerűen a nyugati média még így a gyászmunkának abban a szakaszában van, amikor próbál nem tudomást venni arról, hogy itt valami történt, valamit már el kéne temetni, vagy a saját hegemóniája hát így megrendülni látszik, úgyhogy ezért az amerikai, a regnáló amerikai politikus sok se mondtak semmit a BRICS-ről, hanem egyszerűen nem vesznek róluk tudomást, mint hogyha nem is lenne. A Kínával való viszony az azért azt jó tudni, hogy abszolút kétpárti konszenzus van Amerikában. A nagyon kevés közös pontoknak az egyike a republikánusok, meg a demokraták, meg a republikánusoknak az összes szárnya belétve a trumpistákat is között, az elég erőteljes Kína ellenesség. Hát ugye Trump volt, aki az egész kereskedelmi háborút elkezdte, és meghívta Xi Jinpinget Mar-a-Lago-ba, és ott persze barátjának nevezte, meg a Trump unokák, nem tudom, mandarin kínai nyelven énekeltek Xi Jinpingnek, vagy verset mondtak, de hogy attól még a védővámok azok érvényben maradtak, és a Biden, aki ugye egy másik oldalról került az elnöki székbe, az fenntartotta az összes létező Trump-féle védővámot, sőt, még fokozta őket, meg újabb termékekre vetette ki őket. Tehát Trump barátjának lenni az egyetlen garancia arra, hogy a kereskedelmi konfliktusok nem fognak folytatódni. És hogyha megnézzük a stábját, persze Trump bárkit leválthat, de azért ugye ez már más, mint a Trump 1.0 volt, mert itt már eleve a saját emberét hozta, hát akkor ugye nem tudom, 3 nap alatt, vagy 2 hónap alatt kellett megtalálni, hogy úristen, kivel fogok én kormányozni. Most valóban készült, és akiket kinevezett mondjuk nemzetbiztonsági főtanácsadónak, vagy külügyminiszternek, ezek ilyen nagyon klasszikus Kína héják, mindegyiknek 1000 millió Kína ellenes felszólalása, meg törvénytervezete, meg egyéb, meg cikke, meg ilyesmije volt. A kereskedelmi minisztere is a Kína ügyekben exponálta magát még az első. Pontosan nem az kereskedelmi minisztere, hanem aki a kereskedelmi ügyekben lesz egyfajta kereskedelmi cár, a Lighthizer, ő is az első Trump kormányzat alatt már a védővámoknak a nagy szószólója, meg a letárgyalója volt. Úgyhogy egyáltalán úgy tűnik, hogy Trump arra készülne, hogy nagyon enyhülne a kapcsolat, de hát azért itt lesznek érdekes kormánygyűlések, hogy ott lesz mondjuk az Elon Musk, Zolinak a kedvence, akinek meg mondjuk gyára, a legnagyobb gyára az, de nem is gyára, hanem a giga gyárnak nevezik. Giga factory. Ő is ott fog ülni a kormányban, és akkor ez ő mit fog kezdeni ezekkel a Kína héjákkal? Tehát hát itt azért a kormányon belül is meg fognak jelenni a globális elitnek az érdekei, meg a nem tudom, politikai érdekek, úgyhogy nagy viták lesznek, de én azt gondolom, hogy itt nem személyes ellentét van, nem tudom, nem személyeken múlik, hogy az amerikaiak meg a kínaiak vetélkednek, hanem ez egy strukturális probléma, ez nagyon klasszikus nagyhatalmi versengés, ami már 1000 milliószor volt a történelem folyamán, és azért
Az, hogy konkrétan mi történik ebben a versengésben, azt abban természetesen bele tudnak szólni, vagy azt befolyásolják az egyéni szereplők. De az, hogy van versengés, azt nem. Hát ez a leválás dilemmája lehet, hogy megér egy külön beszélgetés, de köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Salád Gergely, kína szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet Pázmányka Péter Katolikus Egyetem munkatársa volt itt velünk, és Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.